Történelmi jelentőségű folyamatot élhet át Veresegyház. A városban új római katolikus templom épül. A Szentlélek tiszteletére felszentelendő új templom felépítésének két fő oka volt. Megkezdtük 2013-ban a 18. századi Szent Erzsébet templomnak a felújítását. Korábban már megtörtént a külső felújítás, és 13-ban a belső felújítást kezdtük el. És ahogy a munkálatok folytak, felszedtük a padlóját a templomnak, és találtunk egy kriptát, ahová két plébános volt temetve a 18. századból. Már tudtunk róluk, hogy ott kell lenniük a úgynevezett Historia Domusból, amely a plébániának a történetét mondja el. Pontosan nem tudtuk, hogy ez a kripta hol található, most előkerült, és hogy a régészek tovább végezték a munkát, megtalálták a még régebbi templomnak a falait, a legrégebbi falak 13. századiak, és ezeknek a feltárásával folytatódott akkor a munka. A terv az, hogy a régi templom úgy legyen majd kialakítva, hogy templomnak is használható, viszont ezzel együtt egyfajta kiállító tér is lenne, amely a településnek a múltjára emlékezik. Ez volt az egyik ok, a másik pedig, hogy gyakorlatilag kinőttük a templomot, hiszen nagyon gyorsan nő a település, volt olyan időszak, talán lehet, hogy most is így van, hogy évente 500-al nő a lakossága. Arra emlékszem, hogy én ide kerültem 1999-ben, és akkor 10 000 lakosa volt Veresegyháznak, most pedig már 18 000 lakosa van. Talán ez a templom, amely a régi templom, a 18. századi, mondjuk egy ilyen 3-4 000-es településnek megfelelő, de a 18 000 lakosú település már mindenképpen egy nagyobb templomot igényel. A vasárnap 3 szentmisét szoktunk tartani, az utóbbi időben, hála Istennek, már nem nagyon fértünk el a templomba, úgyhogy ezért is merült fel az, hogy egy jóval nagyobb templomot szeretnénk építeni, és az önkormányzat sietett a segítségünkre ezzel kapcsolatban, hogy lehetővé tették az új templomnak az építését. A évek óta téma volt az egyházközösségben, hogy egy új, nagyobb templom épüljön. Tervezés, konkrét tervezési megbízásról még szó nem volt, csak beszéltünk róla, hogy majd egyszer tervezzük. És ahogy előttem szóval Molnár Zsolt plébános atya is említette, a Árpádházi Szent Erzsébet templomunk belső felújítását én terveztem, és ennek a belső felújításnak a folyamán előkerültek a középkori építéstörténeti emlékek, és gyakorlatilag ott számomra egyértelművé vált, hogy itt a pillanat, hogyha ezt a múltunkat szeretnénk megmutatni a jövendőnek és megőrizni a múltat, akkor valószínűleg itt eljött a pillanat, hogy új templomot építsünk. Gyakorlatilag együtt gondolkodtunk azonnal, tehát én ebben a Szentléleknek a sugalmazását, vezetését tapasztaltam meg, mind a polgármester úr hozzáállásában, mint a püspökség és az egyházközösség vezetésében is. Tehát gyakorlatilag a felkérés odaföntről jött 2013. június végén, amikor az építéstörténeti emlékeket megtaláltuk, és megszületett a döntés a régi templomunk további használatáról. Rendelkezésre állt egy közel, picivel több mint 10 000 négyzetméteres terület, ami az egyházközösség tulajdonában állt. A mögöttünk álló átalakítás alatt lévő plébániai épület és a mellette lévő Szent Pió otthon, illetve még két lakóház épület volt a egyház tulajdonában. Illetve hát ahhoz, hogy meg tudjon épülni ez az épület együttes, az egyház tulajdona melletti magántelket a város megvásárolta, és egy telek megosztás és telekcsere kapcsán jött létre az a telek, ami az egyház tulajdona, és rajta épül a templom. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy nagyon érzékeny pillanat volt, amikor az a döntés megszületett, hogy a Serfőző Marika nénéknek a saját családi házát eladják, tehát megvásárolja a város, és templom épül a helyén. Ez egy különleges pillanat volt, amikor Marika néninek szólt polgármester úr, hogy Marika néni kell a telke, de a háza is. És ez is egy ilyen Szentlélek vezetésnek tudom be, amikor kiderült, hogy Marika néniek éppen azon gondolkodtak, hogy nagy nekik a ház, el kellene adni, de nem tudják, hogy idegen lakjon benne, ezt nem tudják elviselni, elfogadni, és egy templom épül a helyén. Pár hete találkoztam Marika nénivel, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy
itt a Szödrákos patak mentén termeszti a paprikáját, és épült egy új házuk, abban laknak a patak túloldalán, és mindig örömmel néz ide a templomra, és nyugodt szívvel látja, hogy amit az ősei megépítettek, annak a helyén templom épül. És ez egy csodálatos dolog. Tehát így találtuk meg a telekjogilag a területét a templomnak. Az, hogy a városon belül, a városszöveten belül hol épüljön egy új katolikus templom, ugye említettem, hogy régóta téma volt, hogy növekszik a lakosság létszáma, ezzel együtt az egyházközösség létszáma is kicsi a befogadóképességi régi templomnak. Tehát évek óta gondolkodtunk rajta, szóba jöttek a város más területei. Én határozottan azt gondoltam, és gondolom most is, hogy ez a templom itt van jó helyen, hiszen itt volt mindig a városnak a lelki központja, a település szíve. Tehát ezt Zsolt atya is említette, a korábbi, a 13. századig visszanyúlóan a legrégebbi templomra épült rá, igazi Kristóf idejében a barokk templom. Most azt meghagyva mellette építünk egy 21. századi templomot, tehát ez a város mag, és a magból eredezhet az élet. Úgyhogy ez a hely meg itt adott volt. Tehát amikor elkezdtem tervezni, akkor én nem is kerestem másik helyet, mert úgy éreztem, hogy ennek itt van a helye. Veresegyházon azzal együtt, hogy új templom épül, a katolikus közösséget, illetve az egész város egyházi közösségét is erősíti, formálja ez az időszak. Minden esetben a megrendelő és a tervező együtt dolgozásával alakul ki a tervezési program, de gyakorlatilag ez teljesen rám hárult ez a feladat, természetesen Zsolt atyával és a közösséggel egyeztetve, ami nem volt nehéz, hiszen a tagja vagyok a közösségnek. A liturgikus koncepciót, a liturgikus térnek a szerkesztési koncepcióját, ezt én magam kezdetektől nagyon határozottan az utolsó vacsora emlékezete, ugye a Szentmisés, erre fűztem föl az apostolok megjelenítésével, az apostolok termeként fogalmazva meg magát a templomteret. Olyan módon legyen kialakítva ez a tér, ez volt az eredeti koncepció is, hogy a templom liturgikus funkciója mellett egyéb közösségi alkalmaknak, koncerteknek, előadásoknak is helyet tudjon adni. Mindenben figyelembe véve a II. Vatikáni zsinati és az előtti több évszázados szokásokat is, egy szentségi kápolna is kialakult. Kialakításra kerül a templomban. Gyakorlatilag folyamatos egyeztetés volt, a több vázlat született a 2013-as év folyamán arra vonatkozóan, hogy mi legyen még a templomon kívül, ami a szűkebb és tágabb, itt az egyház közösségre és Veresegyházváros közösségére gondolok. Tehát minden közösségnek szolgálatára válik ez az épület együttes. Különleges, nem szokványos összefogással épül ez a templom. Tehát egy rendkívül nagy élmény az építész tervező számára, hogy megálmodhatja a társművészeti alkotásoknak a helyét, azoknak a témáját, Zsolt atyával, egyházzal egyeztetve. Veresegyház egy rendkívül elkényeztetett helyzetben van, nagyon sok képzőművész, kiváló képzőművész él és alkot ebben a városban, és velük egy szimbiózisban együtt dolgozva tudott létrejönni ez az egység, amit majd a szenteléskor mindenki látni fog. Tehát ez nem stílus, nem tudom minek nevezem, de hogy mindenképpen rendkívüli ebben a 21. században, ezt bizton állítom. Hát a 18. századi templom ugye pár száz évvel ezelőtt épült, amit a régészek megtaláltak, a korábbi templom falait, tehát ugye néhány száz évenként épül egy új templom, úgyhogy egy plébánosnak is ez bizony egy nagy ajándék, hogy ebben részt vehet, meg közreműködhet plébánosként, meg nyilván a helyi közösségnek, meg különösképpen. És azt látom, hogy egyrészt nyilván sok nehézséget is jelentett ez a számunkra, ugye a vasárnapi szentmiséket át kellett helyeznünk más helyszínekre. A 8 órás szentmisét a református templomban tartjuk, és nagyon hálásak vagyunk református testvéreinknek, hogy lehetővé tették számunkra, hogy ott tartsuk a vasárnapi szentmisét. Meg azt gondolom, hogy ez egyfajta jel vagy üzenet is, hogy ugyanazt a Krisztust követjük, ugyanazt a Krisztust valljuk. A 9:30 szentmisét Erdőkertesre helyeztük át, az esti 6 órás szentmisét pedig Őrbottyánba. Úgyhogy a helyszínek megvannak, de ettől a plébániai közösség azért egy kicsit úgy szétszóródik ettől a helyzettől, meg hát így gyakorlati nehézségeket is jelentett ez. Ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy sokan vannak, akik
Ebben az előkészületben, ahogy most a templom szentelésre is készülődünk, arra készülődünk, hogy az új templomot élettel megtölthessük, és a közösség használatba vehesse az új templomot. Ezekben az előkészületekben nagyon sokan bekapcsolódnak különböző szolgálatokkal, segítségekkel. Már van egy munkacsoportunk, aki tervezi részleteiben a templom szentelési ünnepséget, meg a hozzá kapcsolódó programokat, és azt látom, hogy nagyon sok lelkes ember van, aki ebbe szívesen bekapcsolódik, és olyan emberek is, akik ezáltal éppen most kerülnek közelebb az egyházközséghez. Ez egy külön ajándéka ennek a helyzetben, amiben biztos vagyok, hogy a Jóisten vezet bennünket, és nem csak a kőből épült templom épül ezáltal, hanem a plébániai közösség is növekszik ezáltal. Az építkezések csak nem egy éve folynak. A tervek szerint idén tavasszal szinte teljesen befejeződnek a munkálatok, és májusban több ezer látogató jelenlétében szentelhetik fel az új Szentlélek templomot. Körülbelül olyan 80-85%-os készültségben áll az építkezés. Bent már a villanyszerelők lámpatesteket helyeznek el, a festők dolgoznak, művészeti alkotások kerülnek a helyükre. Közben asztalos műhelyekben készülnek a belső berendezés elemei, a padok, a falburkolatok, a liturgikus berendezési tárgyak, a sekrestye bútorok. Ami a leglátványosabb következő epizód az építkezésben, három. Az egyik ennek a mögöttem álló tornysisaknak a beemelése március hónap elején, illetve a Szentlélek tér, ami a Szentlélek templom és az Szent Erzsébet templom között alakul ki, annak a térburkolatát kezdték el a hátsó részeken, ez egy pár héten belül itt elől látványos változást fog eredményezni, illetve április elején kerülnek beemelésre a Gombos Miklós harangöntő által készített harangok a tornysisakba alá. Az új templom új orgonájáról lehet-e valamilyen információt tudni? Dunakeszin készítik Békés Balázsék, gyakorlatilag az is teljesen elkészült, most szerelik össze a dunakeszi műhelyben, április elején kerül ide a templomtérbe, és rakják össze újra, mert a műhelyben összeállítják teljesen az orgonát, kipróbálják, és itt április elején fogják a templomban összeállítani. Gyakorlatilag ez egy 32 regiszteres, két manuálos, egy példásoros orgona, a király legkisebb leánya. Gyönyörűen fog szólni reményeink szerint már a szentelés napján. Az alapkőletétel, a templom alapkőletétele tavaly, tehát 2015-ben májusban volt, pünkösd előtti szombaton, akkor helyeztük le a templomnak az alapkövét, és idén hasonlóképpen pünkösd előtti szombaton, ez idén május 14-e, akkor tartjuk majd a templom szentelést. Ez egy szombati nap, délelőtt 10 órakor Bér Miklós püspök atya fogja a templomot szentelni. Úgyhogy gyakorlatilag egy év alatt fölépül a templom. És tavaly is, meg idén is olyan értelemben ökumenikus jelleggel tartjuk az ünnepséget, hogy szeretettel várjuk a testvérfelekezeteket, a lelkészeket és a híveket is. 10 órakor tartjuk magát a templom szentelési szentmisét, és az önkormányzat segítségével ebédre szeretettel várunk mindenkit, illetve délután még a templom megtekintésére lesz még lehetőség, és délután még egy orgona koncerttel zárul az napi ünnepség. És szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra, közelebbről, meg távolabbról. Minden testvérnek nagyon örülünk, aki eljön velünk együtt ünnepelni, meg velünk együtt örülni ezen a napon.